Szia, Vani! A múlt hétvégi Vasas elleni siker volt Zsinórban a negyedik győzelmetek. Milyen most a csapaton belüli atmoszféra? Hát nyilván negyedik győzelem után csak a hangulat jó lehet, de azért nem felejtsük el, hogy van még két meccsünk a karácsony előtt, szóval most igyekszünk a szombatira készülni. Említetted a szombati mérkőzést, a Beacelen fogtok játszani. Hogyan készültök erre a mérkőzésre? Hát a videóelemzés az nem maradhat el. Nyilván a saját hibáinkat minimalizáljuk, és majd meglátjuk, hogy ki fog győztesen lejönni a parketről. Mennyire lehet szerinted perdöntő a két csapat aktuális formája közti különbség? Szerintem mind a két csapat győzni szeretne. Mindent megteszünk annak ellenében, hogy nyertesen tudjunk lejönni, de szerintem a Beac nem fogja ezt annyira könnyedén.